Egy évvel ezelőtt áprilisban írtunk egy cikket egy Pest megyei településről, Letkésről, ahol felújítottak egy utat, ami egy magánfarmhoz vezetett. Érdeklődtünk a polgármesternél, hogy miért pont azt az utat választották, miért azt újították fel a pályázati pénzből, mire a polgármester azt válaszolta, hogy a vállalkozó munkahelyeket fog teremteni, ezért szükséges az útfelújítás. A napokban viszont megtudtuk, hogy még mielőtt a választ megkaptuk, egész nagy kört futott be a kérdésünk. Polgármester ugyanis megkérdezte az érintett vállalkozót, Hetei Zoltánt, hogy mit válaszoljon az ügyben, ő pedig Rétvári Bence, fideszes országgyűlési képviselő jobbkezéhez, Bajor Gergőhöz fordult a kérdéssel. Ők egyeztettek, majd az átlátszó megkapta a választ. Mindenre most úgy derült fény, hogy a 444 írt egy cikksorozatot egy adócsalásos ügyben, amelyben egy bizonyos S. Szabolcs is érintett, akinek a telefonját lehallgatták. Ezeken a felvételeken hallható, ahogy sokszor Hetei Zoltánnal is beszélgetett, aki pedig úgy tűnik, hogy szintén érintett egyik vállalkozásával az áfa csalásos ügyben. További részletekért kattints a cikkünkre.